Sok szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit, Izsák Norbert vagyok, a PTF Coaching Tanszékének a vezetője. Tudatmódosító sorozatunkban néhány percben valamilyen menedzsmenteszköz, technikát, jelenséget szoktunk megvizsgálni, így lesz ez a mai alkalommal is. Méghozzá egy olyan érdekes kérdést hoztam nektek, legalábbis nekem érdekes, hogy azt nézzük meg az életünkben, és azon gondolkodjunk el, mire van hatásunk és mire nincs hatásunk. És kiváló kollégám a PTF-en, korábbi hallgatónk, Bánki Lajos, ő nagyon szeret erről a témáról beszélni, és nagyon ért is hozzá. És egy másik kiváló volt hallgatónk, Kovács Péter pedig, amikor tréningeket tart, valahogy odafuttatja ki a konfliktuskezelő tréningjeit is, hogy a legtöbb konfliktusunk az nem szerepek miatt van, nem surlódások miatt, hanem igazából önmagunkban belül keletkezik. Mit is jelent ez? És nagyon fontos megértenünk a különbséget a kettő között, mert ez kulcs lehet ahhoz, hogy mennyire elégedetten, mondanám azt, hogy joviálisan, derűsen éljük meg az életünket. Hiszen, hogyha folyamatosan olyasmik miatt aggódunk, amikre nincs ráhatásunk, akkor az aggódásoknak soha nem lesz vége. De ha megtanuljuk azt, hogy megkülönböztessük azokat a dolgokat, amikre nincs ráhatásunk, azoktól, amikre ráhatásunk van, és azokon dolgozunk inkább, amikre hatásunk van, és az aggodalmat pedig másra bízzuk, mondjuk a Jóistenre, akkor már is egy kiegyensúlyozottabb, elégedettebb életünk lehet. Például, és ezt coachingban is gyakran alkalmazzuk, amikor az ügyfél egy olyan kérdéssel, problémával talál meg minket, hogy hát őt nem szeretik, és hát azt szeretné, hogyha mások szeressék. Nagyon nehéz erre szerződni vele. Ugye nem tudom én azt elérni, hogy mások szeressenek engem. Azt tudom elérni, hogy én szeressem magamat valamennyire, és ez kisugározzon a körülöttem levő világra, és ezért inkább kedvelhetőbb személyiség legyek, mondjuk. Arra sem tudunk szerződni, hogy mondjuk én azt akarom, az a célom, hogy felvegyenek ehhez és ehhez a céghez. Nem biztos, hogy erre nagy ráhatásom van. Persze, hát megvesztegethetném a HR-est, vagy nem tudom, lehetnének ilyen illegális ügyleteim, de hát ezt nem javasoljuk senkinek. Arra tudok szerződni önmagammal is, hogy a lehető legjobb formámat hozzam majd az állásinterjú. És felkészüljek, és utána nézzek, és teljesen képben legyek az adatokkal, stb. Stb. Arra is nehéz, tehát hogyha valaki azért aggódik, hogy kórházba kerül, nem biztos, hogy arra van ráhatása, hogy soha ne legyen beteg. Arra van ráhatása, hogy prevencióval, amennyire csak tudja, megelőzze a különböző kórokat és egyebeket. Covid idején maszkot viseljen, és hasonlók. Erre van ráhatása. Mert teljesen kizárni nem lehet, és talán nem is érdemes ezért aggódnunk egész életünkben. Vagy lehetne az, hogy hát én azt szeretném, az az én célom, hogy hozzám jöjjön valaki feleségül, vagy elvegyen valaki engem feleségül. És hát erre sincs feltétlenül ráhatásom teljes mértékben, hiszen az embereknek szabad akaratuk van. Én nem kényszeríthetem a Pistikét, hogy vegyen nőül engem, és nem kényszeríthetem a Marikát, hogy jöjjön hozzám feleségül, bármennyire is tetszik nekem. Arra van ráhatásom, hogy magamat régi kifejezéssel élve partiképes állapotba hozzam. Hogy úgy nézzek ki kívül és belül, mint akiről elhihető, hogy jó feleség vagy jó férj lesz belőle, és megbízható, felelősségteljes, stb. 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 Na most a két szemléletmódnak szerintem komoly következményei is vannak. Ha én folyton azon aggódom, amire nincs ráhatásom, ezen hajlamos leszek hibáztatni másokat, és kibújni a felelősség alól, mert hogy az ő hibája, ő nem vett fel, ő nem vett el, és így tovább. Amikor én azon dolgozom, amire ráhatásom van, egyre inkább felelősséget vállalok az életemért. Egyre inkább felnőtt korú leszek, érett leszek, és úgy kezdek el viselkedni, és előbb-utóbb talán gondolkodni is. Hiszen én tudok tenni azért, hogy megmossam a fogamat, megfésülködjek, kimossam a ruhámat, megfelelően táplálkozzam,
maszkot vásároljak, és azután azt viseljem is. Ez felelősségvállalással jár. És minél inkább azzal foglalkozom, amire nekem ráhatásom van, annál felelősebb leszek az életemért, és annál nagyobb belső szabadságot fogok meg tudni megteremteni magamnak. Én pontosan ezt kívánom nektek a jövő hétre is.